Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Ez a felvétel április 16-án jelenik meg. Az indiai számítás szerint a hold ezen a napon a Pushya holdházban van. Az jelent valami örömtelit. Itt lesznek barátságok, vidámság, kapcsolatok, sőt, nyeremények is. Ez a holdház azt is jelenti, hogy ezen a napon figyelj oda a saját érzelmeidre, az intuíciódra. Ami még fontos ennél a holdháznál, hogy döntéseket hozunk. Van rossz irány, van jó irány. Vannak rossz kapcsolatok, vannak jó kapcsolatok. Vannak negatív gondolatok, vagy negatív érzelmek, vannak pozitív gondolatok és pozitív érzelmek, és itt most döntéseket hozunk, melyik irányba tekintünk. Ezen a napon, április 16-án van egy jó kapcsolat a Nap és Neptun bolygó között. Ez ugyan egy jó kapcsolat, de a Nap mást mutat, mint Neptun bolygó. Különbözőek. Neptun bolygó jelentheti ugyan az álmokat és az elképzeléseket is, és a Nap megvilágítja ezeket a témákat. De a különbség az, hogy a Nap mutatja a valóságot. Itt tisztázódnak bizonyos dolgok. A Nap láthatóvá tesz valamit. Neptun bolygó pedig olyan, minthogyha lenne egy fátyol körülötte. Itt vannak titkok, itt minden olyan átláthatatlannak tűnik, és mivel van ez a különbség a Nap és Neptun bolygó között, azért oda kell figyelni a beszélgetésekre, oda kell figyelni a politikai eseményekre is, hiszen a Nap szimbolizálja a kormányt, de hogy mi történik, ott Neptun bolygó hatása alatt bizonyos dolgok átláthatatlanok, hiszen zárt ajtók mögött történnek. Ezen a napon, április 16-án van egy jó kapcsolat Mars bolygó és Jupiter bolygó között. Mars bolygó jelentheti az élet erőt nálunk hölgyeknél is, és Jupiter bolygó szerencsét hoz. Itt vannak most lehetőségek, hogy be tudjuk bizonyítani magunkat. Mars bolygó utalhat a férfiakra is, és Jupiter bolygó vagy szerencsét hoz, vagy megkapják ők most az igazságot, ez lehet egy bírósági ügy is. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata felül látható a Nap. Megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, jelenti az igazságot. Azt is jelentheti, hogy ez a férfi látni akar téged, hiszen megvan a vonzalom kettőtök között. Azon kívül ott van a virágcsokor, az jelentheti a te szépségedet, a te nőiességedet, egy szép környezetet, vagy az ő jó szándékát, hiszen ez lehet egy meghívás, vagy lehet egy ajándék is. Az érzelmeit bal oldalon látjuk, a szív. Ehhez nem kell sok mindent hozzáfűznöm, hiszen egyértelműen jelenti, hogy ez a férfi szeret téged. A szív alatt ott vannak az utak. Alul az még olyan, mint egy labirintus. Lehet, hogy a múltban még benne volt ebben a labirintusban, nem mutatta ki az érzelmeit, így nem tudtad azt, hogy mi a szándéka, de most látható, hogy keres egy kiútat,
ez lesz egy változás, közeledni fog hozzád, hiszen útban van hozzád, látni akar téged, mert szeret téged. Sőt, kapsz egy ajándékot is. Mit fog tenni, az jobb oldalon látható. Jobb oldalon alul ott van a kislány. A gyermek utalhat gyermekekre, utalhat fiatalos kisugárzásra, utalhat ártatlanságra, de a gyermek jelenthet egy új kezdetet, egy új irányt is. És a kulcs ott jobb oldalon jelenti az ő magabiztos fellépését, vagy te vagy magabiztos. A kulcs jelenti azt is, hogy ő lezár valamit, és lesz egy új kezdet, hiszen ezzel a kulccsal kinyílik egy új ajtó, ezek a lehetőségek, és a gyermek is utal egy új kezdetre. Mi fűz össze benneteket, az középen látható. Ezt a magyar kártyát a férjem készítette, itt betűkről van szó, és a régi írásmódról, az úgynevezett rovás írásról. Itt van az R betű. Most elgondolkozhatunk azon, hogy mit jelent ez az R betű. Például Rita, vagy Richard. Az R betű jelenthet egy helységet is, mint például Rábapatty. Vagy jelenthet egy fogalmat is, például részedre. Mi jut eszedbe neked az R betűről, azt leírhatod a kommentárba. Köszönöm szépen! A régi írásmód középen van. Bal oldalon ő jelenik meg, jobb oldalon te jelensz meg, az ő életútja, te életutad, és itt most lesz egy közeledés, hiszen középen a vonal összeköt benneteket, lesz egy találkozás. Lehet, hogy még a mélybe tekintetek, vagy valami új visszahúz benneteket, de mint ahogy az utaknál látható, a labirintusnál, itt lesz egy kiút, itt lesz egy megoldás, lesz egy új irány, lesznek változások. A német nyelvű területen is vannak ilyen régi írásmódok, ezek az úgynevezett rúnák, és ott alul bal oldalon látható ez a rúna, ami jégesőt jelent. Itt vannak problémák, nehézségek, kihívások, a jég, eső, olyan, mint a tárókártyánál a torony, amikor valami úgy összeomlik, sőt, látható a képen, hogy a farkas az üldözi a fehér lovat, tehát itt vannak támadások is, de van egy kiút, van egy megoldás, és kisüt újra a nap. A napi energia az jobb oldalon alul látható. Érdekes ez a kép, hiszen látható, hogy ez a hölgy ott üldözi a pókot. A cipőjével, illetve a csizmájával meg akar szabadulni ettől a póktól. Viszont ott a feje fölött, ami jelentheti a gondolatait, jelenthet külső befolyásokat, és tulajdonképpen ott van a veszély. Tehát a veszélyt nem a pók jelenti, ahova ő odafigyel, és harcol a pók ellen, hanem a támadások, a külső támadások az igazi veszélyek. Lehet, hogy ez a kép óv bennünket, és arra utal, hogy ne a kis dolgokra figyeljünk oda, és azt gondoljuk, hogy ez a veszély, hanem vannak nagyobb veszélyek is. Persze ezt el lehet kerülni, hiszen a mai holtház pushia azt jelentette, hogy döntsünk a rossz és a jó között. Ezek lehetnek kapcsolatok is, a rossz kapcsolatok és a jó kapcsolatok között. Ezeket a kapcsolatokat le lehet zárni, és akkor elmúlik a veszély, el lehet kerülni
ezeket az eseményeket. Ez a kép számomra azt mutatja, hogy úgy gondoljuk, hogy valami vagy valaki veszélyes számunkra, és az igazi veszély nem ez, hanem az valahol máshol van. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy leírnád a véleményedet a kommentárba, vagy azt, hogy mit jelent számodra az R betű. Örülnék annak is, ha jelentkeznél a csatornámra, vagy ha meglátogatsz a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!